A kedvezőtlen időjárás miatt csendes koszorúzással emlékeztek az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúra Dombóváron. Az emlékműnél koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a város és az intézmény vezetők. Az Eszterházy Miklós Technikum, illetve a Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület is koszorúval érkezett a megemlékezésre. A művelődési házban már a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ diákjainak és tanárainak műsora idézte fel az 1849-es történéseket a megjelentek számára. Tudtuk meg Kerényi Zsolt alpolgármestertől. Ez egy olyan példátlan történelmi esemény volt, ami addig a világtörténelemben nem fordult elő, hogy ilyenfajta megtorlást alkalmazzanak egy elbukott harc után. És hát igyekeztünk ezzel a műsorral pedagógusként is úgy megünnepelni, hogy ennek a lényeg átjöjjön rajta, hogy ez egy ilyen szomorú, lassú elgondolkozásra késztető ünnep. Dombóváron évek óta megszokott hagyomány, hogy a városi megemlékezést egy-egy iskola műsora teszi ünnepélyessé, ezúttal a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ diákjai és tanárai gondoskodtak az ünnepi műsorról. Kardos Attila, az iskola pedagógusa köszöntőjében röviden összefoglalta a történelmi jelentőségű nap legfontosabb eseményeit. A hatodik osztályosok előadása megrendítő volt, hanghatásokkal és gajtöréssel szemléltették a nap jelentőségét és tragikumát. Lázár Vilmos. Bánáti születésű katolikus nős, három gyermek atya. 1843-ban a 34. gyalogezred állományából hadnagyi rendfokozattal nyugdíj nélkül kilépett. Hordoztuk zászlónkat, nem volt rajta áldás. Földhöz vakultunkban, ingünk csürhelyárás. Helyben nem volt nyugvásunk, az Úr édesgetésére jó szót sosem találtunk. Makacs férben méreg, makacs szívben sólyom, egy megmérgezett sólyom kirepül ajtóban. Minden hajnalban utána nézek, te kenyer!